Sziasztok, itt Amur, és Minecraftozni fogunk még hozzá, az RL Craft nevű modpakot szeretném kipróbálni. A YouTube szerint az utolsó videóm az 2 hónapja lett feltöltve, de ez egy androidos gameplay volt, amiben beszéltem is, azt szerintem simán van 1 éve, úgyhogy Amur újra fedélzetem. Reméljük, hogy minden oké lesz. Ez a modpack, amit ki szeretnék próbálni, a legtöbb youtuber és játékos szerint az egyik legnehezebb, leghardcore-abb modpaka, amit mostanában vagy valaha csináltak. Iszonyatosan nehéz. Az első videóról, amit láttam, és kb. 10 másodpercenként halt meg, vagy legalábbis úgy volt összevágva szándékosan a videós. A kisfiam egyik szerveres kalandja jutott eszembe, amikor apa meghaltam, már megint meghaltam, és nem is tudom, talán 200 valány halállal ültatott a szerver rekordot. Nem volt hozzászokva, hogy hardcore-ra van állítva. Bocsánat, nem hardcore-ra volt állítva. Hardra volt állítva a nehézségi fokozat. Na mindegy. Csapjunk is bele, egy single player-t generáljunk le. Tudni kell erről a modpackról, hogy a nehezítés többek között az, hogy bárhova spawnolhatsz, ha meghalsz. Hiába alszol bárhol, senkit nem érdekel. Úgynevezett waystone-ok vannak, amit rákattintasz, van rá időd, és még utána halsz meg. Akkor oda, ha egy másik waystone-on keresztül vissza tudsz menni, de egyébként arra kell menni, hogy az elején az ember fejlődjön. Úgynevezett level up mod is van benne. Hoho, igen. Itt. Tehát inni, enni kell, és meg lehet fagyni. Itt nem úgy van, hogy kiütöm a fákat, meg egyebek. Én valami melegebb környékre kéne menni, mert mutatja, hogy fázunk. Nem tudom, mennyire hallatszik be. Ó, azt mondja, hogy tudok csónakot csinálni, és azt volna veszed, haver. Még nem haltam meg. Valami olyasmit kell csinálni, azt hiszem, hogy flintet kell keresni, amihez pont jó helyen vagyunk egyébként. Igen. Tehát ráadásul úgy látjuk, hogy ezzel is valószínűleg akarták tenni, hogy ezeket a kis dolgokat nekem fel kell szedni. Tehát nem csak úgy van, hogy kiütöm, azt csókolom. Ráadásul jobb klikkel, vagy mivel szedem fel? Aha. Ó, New Recipe-szalnak. Nagyon kicsit a víz alatt vagyunk meg. Ja, itt egy kicsit lassú az ütögetés. Tehát nem úgy van, hogy rögtön csinálunk egy craft-tartalat, hogy minden oké okay lesz. Tehát maga a recept is nincs senki, aki meg akarna támadni. Nem adott még flintet, ami azért nem lenne hátrány. Ott egy flint, jól van. Tehát az első szerszámunkat talán meg tudunk csinálni. De az faágat is kellene szedni, ahhoz talán a lombokat kell ütni, vagy a lombok alatt találhatunk is. Jó, egy flintünk már van, az biztos. Ott van valaki. Az a generálás, az tök jó, hogy csak úgy a földből kínulnak a dolgok. Ott is van valaki. Aranyszabály szerintem, hogy itt mindenki meg tud ölni. Főleg az elején. Reméljük, ez nem él például. Igen. Recept. Valami knife-szerű ez a dolog, amit nekünk meg kell csinálni. Igen, ez a flint knife. Hát egy bot kell. Amit igazából nem tudsz craftolni, tehát az túl egyszerű lenne. Fűrésszel esetleg. Nem tudom, hogy a falombok is adhatnak talán. Meg a fák alatt is találhatsz talán. Hopp, és ott van. Na, new recipes unlocked. Oké, tehát innentől kezdve van egy ilyen. Igen, ám. Jaj, de ez még nem ennyi. Ezt még valamivel össze kell fogni, nem? Jaj, a flint shard, aha, jó, igen. Tehát ebből flint shardot kell először csinálni. Ami valahogy úgy meg, hogy kéne valami kemény dolgot találni, lehetőleg követ, amihez hozzávágjuk, mint az állat. Ami ott is lesz, csak innen vissza kell tudnunk jönni, tehát azért ezt úgy tervezzük már meg. Nem tudom, hogy szükségünk lesz a földre valamikor.
Na, és akkor most van az, hogy fogom, és akkor... Ez már a flint sát. És most már elkészülhet az első késünk. Tehát ne gondoljátok, hogy de kemények vagyunk, neki megyünk mindenkinek ezzel. Ez biztos nem az lesz, amivel mindenkinek neki megyünk. Nem tudom, hogy... Füvet, füvet kell ezzel. És azt hogy veszem fel? Aha, azt veszem fel. Hát nem minden áron adja itt nekünk a dolgokat. Na, megint kaptunk. Nem, a maga az nem érdekel. Ott volt ez az élőnyi, akiről nem tudtuk, hogy meg akar-e támadni. Aha, ez szerintem nem jó nekünk. Azt hitte, hogy azt mondja, hogy megtanultunk róla valamit. Hát például az, hogy... Na, és akkor most van az, hogy tudunk olyan dolgot csinálni, amivel kiütjük a fát. És még nem volt az az érzés, hogy ups, meghaltam. Ami később nem múlik, ugye, amúr? Na. Hogy kell csinálni azt a baltaszerű dolgot? Lehet, hogy meg kellett tenni volna nézni, hogy milyen mod adja azokat a cuccokat. Hát ez nem úgy van, hogy csak csinálok egy ilyet, igen, mert ehhez például fűrész kell. Tehát a flintes dolgokat kell megkeresnünk szerintem. És akkor flintből készült, hát pickaxe, kezdjük egy hatchettel, szerintem azzal fogjuk tudni. Jó, hát ezt meg tudjuk csinálni. Ezt még mindig itt meg tudjuk csinálni. Ja igen, de nincs másik... Úgy valaki morog. Szerintem meg fogunk halni. Ugye nem nagy dolog megjósolni. Hogyha valaki megtámad. Na, ezt miért nem tudom felszedni? Túl egyszerű lenni. Nem engedi felszedni. Most már valamelyiket engedje már felszedni. Na azért. Jó, most már ilyenünk van. Akkor egy, kettő, három, nem. Akkor így három, nem. Akkor hogy három? Jaj, várjál, várjál, ezekből, a kütyükből valami string-szerű dolgot kell csinálni. Igen. Igen, és azt megcsináltuk. Check your recipe book. Tényleg azt csekkolnom kéne a recipe bookomat? Akkor én nagyon kemény lennék. Aha. Tehát csinál, játszhatunk így is. Elvégre mutatja, hogy mit tudsz csinálni, haver. Jó van. Flint and Steel-t is tudunk csinálni, miért ne? De egyébként nem. Biztos vagyok benne, hogy nem. Nem véletlenül van pirossal. Földünk van, ez kb. Ennyi. Tudunk. Ahhoz vas kell. Jó. Na. Valami flintből, valami kartszerűség. Hogyha valaki nekem jön, akkor nem nézem azt, hogy hú, de meghaltam. Ja, be kéne zárni a recipe-ot, gondolom. Igen. És akkor mutatja a többit. Ja, hogy flintből nincs olyan nagy kart. Ne álmodj el erről. Melyik akkor a legolcsóbb? Kard. Van fakard, mondjuk, azt tudok csinálni. Gondolom, Stone Sword. Na, viszont ez szerintem esélyesebb egy Stone Sword, mert csinálunk flintből pickaxe-et, és akkor már nagyon kemények leszünk. Júj! Jó. Figyelj, ilyenünk van hozzá, de akkor már szedjünk már úgy, hogy utána kardhoz is legyen, ahhoz csak egyetlen egyén kell, és akkor jók vagyunk. Tehát ez már milyen, hogy fel kell állnom, itt azt úgy szedhetem fel. Ez meg egyébként csont. Nem itt, hogy most sokat érnék el. Nézzétek, úgy marad. Érdekes. Na. Ez remélem az egyik se akar megtámadni. Azt talán megfog. Az mit csinál? Egymással labdáznak. Jó van, volejból, bajnokság. Nekem viszont még flint kellene. Ott akkor hideg van azon az oldalt. Itt nem tudom, hogy most fáznom kell-e. Skills. Farming. Agility. Building. Attack. Hold shift for description.
Landing a blown creeper just up front, right? Jó, ez nem érdekel. Bartless Spirit. Uh-oh. Az ilyen hangokat nem szeretjük. Jó, az nem akartam felmászni, de köszi. Nem lehet rossz. Móka. Károknak a varjak. Nem tudom, mennyire hallatszik be a hangja a játéknak, remélem annyira, hogy például amikor mondom, hogy mi marogott, akkor hallottok valamit. Itt csobog mondjuk, az ott szerintem valaki. Igen, ez egy Silex. Tehát a vízbe csak úgy úszkálni nem ildomos. Viszont kellene keresnünk flintet, ó! Az ott van. Itt elég sok flint van, remélem az a hal nem akar idejönni és megenni minket. Jó, igazából nem tudom egyébként, a gravelt át lehet craftolni flinté. Megnézzük. Nem. Túl egyszerű lenne. És ez nem egy egyszerű modpak. Ott van! Jó. De mennyi kell nekem ebből? Hát szerintem nem egy. Mivel itt nincsenek olyanok, akik meg akarnak enni. Még itt elég nyugisan meg... Ohohohohohoho. Jó. Mert ugyebár én most csákányt szeretnék csinálni. Azért szeretnék csákányt csinálni, hogy üthessek... Ó, ott van az az állat. Egyelőre még nem akart megenni. Ez pozitívum, haver. Szerintem jól leszünk egymással, ha nem akarsz megenni, jó? Mert akkor én se eszlek meg, amit ha megtudnálak. Én csak flintet szeretnék. Ha segítesz? Jó van, menjél, haver. Most se tudod, mi ez a flint, mi? Na. A bánatos tök, hogy nem... Hé-hé-hé. Miért nem dob egy... Most már este lesz egyébként. Tehát itt a legnagyobb problémánk az lesz, hogy mire oda jutunk, hogy valahol beássuk magunkat, akkorára azt fogja mondani nekünk a pofámba a röhög. Oh-oh. Ne károgjatok már. Tudom én, hogy baj van. Innen nehéz lesz menekülni, ha jön valaki. Na jó. Egy. Tehát most komolyan arról szóljon a videó, hogy bebújok egy lyukba, és megvárom, hogy reggel van. Hát. Gyanúskás, hogy azt kell ezt csinálni. Ja, hogy azt nem fogod tudni csak úgy. Hé, az gőzöl? Jó van, na figyelj! Itt közben tudunk valamit csinálni, mondjuk földhöz vágni a flintet. Tehát addig se unat... Van 4 flint sárdunk. És akkor ehhez az kell, hogy aha, ehhez már egy craft asztal kellene. Igen, de is nem volt annyi eszünk, hogy ezzel a hatchettel ki tudjuk vágni a fát. És ha már ki tudjuk vágni a fát, akkor tudunk craft asztalt csinálni. Mikor lesz reggel? Meghalunk, ha megnézem. Még lehet este sincs. Ott az a saját leheletem akar lenni? Tehát most épp piszkosú fázok. Hogy tudom megnézni a HP-mat? Szerintem ezt így rakjuk vissza. Ez mi? Pets. Vannak petek is. Ó, fully charged. You have no soulbond pets yet. Jó, észrevettem. Itt vannak a creature-ök. Egy ilyet találtunk ki. Na, nézzük meg, hogy ez megevett volna-e. Beautiful fish with scales encrusted with lapis lazuli. Silex are now to eat the lapis of. Well, it's natural formation from rocks. Hát az, hogy mit teszik. Akkor engem nem. Combat unlock the knowledge rank 2. Unlock habitat. Vagy ezekből le is lehetne petet csinálni? És akkor úszik mellettem a vízbe, vagy mi a bánat? Na, mi volt ez az áspid? Az megevett volna? Peaceful reptiles. Ah, nem. Akkor az se. Jó tudni. Tehát ez nem árt, hogyha tudjuk.
Jó, és hogy lépek innen ki? Gondolom, iszkép. És még meg fogunk fagyni, gyerekek. Ez nem jó. Bent hideg van, kint meg meleg. Ez mi? The sound seem have stopped for now at least. Jó, itt mintha melegebb lenne. Jó, csak ez nem fog vigasztalni. Aha. Hogyha közben meg meghalok. Hogy melegbe halok meg. És nem hidegbe halok meg. De ezt, hogy térkép, itt nem, itt valami, igen. Valami antikatlasz, vagy mi a bánatos tök van térképnek. Úgyhogy fogalmam nincs, hogy merre kéne menni. Egyrészt, hogy ne fagyjak halára, másképp, hogy ne nyíljanak ki. De itt egyértelműen fázok. Szokták mondani, hogy ha sokat pofázol, kiül a gyomrod. Az egy verdant ghoul. Nem tudom, hogy ez meg akar enni. Egyelőre egyébként még senki nem akart megenni, tehát nem tudom, mitől parázunk. Hát attól megfagyunk elsősorban. Az ott mi? Az ott valami épület? Béka brekegéstől, meg a szúnyog... Nem. De mintha esküszöm ott világítani valami. Nem. Merjünk oda menni. Jaj. A szíba, hipotermia. Meg fogunk fagyni 4 másodpercen belül. Jól van. Jaj, no. Csak fázunk. Jó. Visszavettem, haver, hogy fázunk. Mennék én melegebbre, de ha tudnám, hogy merre van a melegebb. És megszűnt a hipotermia. Oh my god, itt már eső esik. Az jó jel, nem? És még mindig nem támadott meg senki. Aha, de valaki lökött ránk valami pókhálót. Gondolom meg akart utána enni. Na itt már hörög egy. Ajaj, ujj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 j
És megint. Trumpet skeleton, ez nagyon nagy. Itt megint megfagyunk. Ez mi? Halára zenél? Jaj, ne! Jön a trombitás, Skelly! Mi lesz veled, amúr? Megsüketülsz tőle. Ez sebződök egyébként, hogy rám trombitál? Gyerekek, itt ott megint hideg van. Jó, és merre van meleg? Figyelj, te idegesítő vagy egyébként. Nem tudom, agyon tudlak keverni ezzel, de lehet megpróbálnám. Na mi van? Beijedtél, vazeg? Hát ez nagyon nagy. Rám trombitál, azt arrébb ugrunk. Figyelj, haver. First kill. Igaz, hogy megfagyunk? Na. Még egyértelműen. Elég zavaró egyébként. Egyértelműen. Egyértelmű, hogy itt is válunk. Ezek nem fognak megtámadni. Szerintem viszont itt valaki meg fog támadni. Igen. Hoppá. Egy creeper. Ó, de jó. Nem biztos.
Nem biztos, hogy jó, oké. Csak itt tudunk melegedni. Melegen halunk meg. Ennivalót azt nem találtunk. Viszont itt van fa. Várjátok, ezt ki lehet valahogy vágni. Csak ha ránk dől a fa, azt tudom, hogy nem túl jó. Vajon merre fog dőlni? Nem felénk. Nagyon pozitív. Makk. Meg lehet enni a makkot vajon? Ott egy szarvas. Valahol van egy zombi is. Uh-oh. Szerintem mi meghaltunk. Burnt to crisp with fighter cinder. Na, respawn. Nagyon kemény. Itt legalább nem fogyunk halál, igaz, hogy még éjszaka van. És ott creeper, ott egy pók. Szerintem most nem fogunk olyan sokáig élni. Gyanítom. Az a szakadék az nagyon csábító. Oda úgy bele fognak lökni, mint a szél. Igen. És nem haltunk meg. És ő se halt meg, az a baj. Ez még nagyon jó. Ez így szép hely. És hova lett? Ja. Nagyon jó. Na, most már azért kezdődik a móka. Itt mutatta jobb oldalt Len, hogy hol sérültem, ezt nem is figyeltem. Na. Az meg ez? Arissa úr. Szerintem is úgy van. Na, szerintem ez nem bánt. Minden jel szerint ezek a... Ó, ott egy épület. Ó, de jó. Na. Hámám? Nem mondja azt, hogy hámám. Nem fog megenni? Jó. Ho-ho-ho-ho-ho. Level 4 kell ahhoz, hogy mi azt megehessük. Jó van, haver. Semmi használható nem lesz itt? Ó, egy fákja. Itt valami. Egy craft asztal, az már nem hátrány, húsi. Nem tudom, mit érünk vele, de hátha. New recipes, unlocked. Igen, ha meg tudnánk valamivel sütni, az nagyon pozitív lenne. És egy fákja, mert az forva. Ezek szerintem... Aha, ezek megvédik a falut. Ez viszont nem biztos, hogy nekem jó, hogy itt van egy ilyen pók. Tehát azért hamarabb nyírják már ki, mint ő engem. És ez nem biztos, hogy sikerül. Na? Megnézzük. Az RTL klubban a Pók vs. Aegis megy. És mit csinál vele? Nézi. Jó, ezzel is sokra nem jutunk. Ó, van ágyunk. Gondolom semmit nem jelent, hogy lefekszünk aludni. Mivel csak éjszaka lehet, és szerintem már nincs éjszaka. Az jó. Akkor próbáljunk a hátsó ajtón kimenni. Pókicától. Azok szerintem nem esznek meg. A pók viszont gyanús. Aha, azt mondta is. Itt valaki? Wow! Na, itt elég sok minden lehet. Például semmi. Lehetne benne valami, amivel megsütünk valamit. Ezt nem tudjuk elvenni, nem? Nézzük meg, mi van feljebb.
ugyanaz csak papitába. Még feljebb. Ágyikók. És legfelülről pedig szét tudunk nézni. Ó, ez már tetszik. Ez már korrekt. Az máshogy valószínűleg nem fogjuk tudni használni. Tehát annyira ne legyünk oda meg vissza, érte? Hagyjuk inkább ott, hát ha jó lesz még, ha megint ide kerülök. Na, úgy se élünk annyit, hogy teljesen elkopjon. Mi ez a reszimp? Ó, ja, hogy értem. Mert hogy van ilyenünk is? Ilyenünk is volt. Persze, csak közben meghaltunk. Na. Igen. 8-as szint kell ahhoz, hogy használjunk egy... Jól van, értem. Akkor nem használom. Ezt tudom használni? Nem, ahhoz 2-es kell. De ezeket már csak felvehetem. Locational armor. Na. Már egy kicsit jobb a helyzet. Quality legendary. Ó. Ez is legendary? Nem. Jó van, értem, hogy nem lehet használni, csak ki akartam vele nyitni. Legendary-t rakjuk vissza. Úgy se tudjuk használni, egyébként White Wool-al se tudunk mit kezdeni. Kaját jó lett volna valamit csinálni. Mindegy, fogunk tudni aludni, ahogy van. Azok mik? Azok pulykák. Azok ugye nem esznek meg. Normális esetben nem. De ez az Erelcraft. Na, akkor kezdjük előről. Tehát kellene nekünk újra flintet szerezni. Ez így érdekes egyébként, hogy... Hát valamilyen szint után azt hiszem, hogy van nekünk olyan lehetőség, hogy megmaradnak a cuccaink. De nem tudom, hogy ez hogy van és mint van. Gondolom őszintén körülbelül 2 videó után kaptam kedvet hozzá. És... kb. Ennyit jegyeztem meg. Tudod, hogy hogy jutunk el odaig, hogy legyen kőből készült cuccunk. Mivel talán egy ideig meg tudjuk magunkat védeni. Persze nem mindenkitől, és mindenáron. Magával a flinttel nem sok, illetve csak a flint kell. De ebből, én azt hittem már 3 van. Babám, nem tudom, ez lehaladszik a mikrofonba, hogyha húzgálod a zsinórját. Lehet. Jó. 4 flintünk is van már. 5 is. Ez kezd jó lenni. Csak közben vegyük már észre, hogyha meg akar ölni valaki, de nem. Jó, hát egyelőre elégedjünk meg ennyivel. És akkor most jönne az, hogy földhöz verem. És van belőle egy csomó. Na, és akkor kellene nekünk... Deszka. Bába. Igen. Bába. Vágunk füvet. Milyen okos dolog. Kaszaboljuk a füvet. Én nem akartalak bántani, haver, bocsi. És még úgy se jött nekem, jó van. Jó. Ne, fogalmam nincs mennyi kell belőle, de azt hiszem a 3-asával lehet összekraftolni, tehát úgy érdemes vele szórakozni. Tehát mondjuk legyen 10, ó, már 15 van, jó. Új, itt hideg van, menjünk arrébb.
faluba, mint hogyha nem fáztunk volna. Vagy az eső. Szerintem az eső a baj, jó, jöjjünk be az esőről. És tudunk raftolgatni majd. Ami nem hátrány, ígyni. Oké. És akkor meg tudjuk csinálni. Akkor nem kell kraftasztalt csinálnunk. Tehát a flintet kihagyhatnánk, de miért hagynánk ki? Ja, hogy ja. Annyi eszünk nem volt, hogy szedjünk még a lombokból a kis faánkat. Aha, ilyet. Egész jól dobja, de lehet nem ezzel kéne kis koptatni. Hál' Istennek nem kell egyfolytában enni. Túl sok kaját még nem találtunk. Mondjuk ezeket is felgyújthatnánk, mármint hogy a kemencébe égethetnénk ki. Húsit. De hát még nem is éhes. Jó. Akkor van most már ilyenünk is. Ilyenünk is, meg ilyenünk is. Ezzel kaptunk hatchetet, ezzel tudunk majd fát vágni. Elméletileg tudunk csinálni flint pickaxe-et. Így van. Mit nem csináltunk még? Ásót csináljunk? Flint hó. Miért nem csinálhatnánk azt is? Mert még lehet másra is szükségünk, ami flintből van. Please, ne dobolj. Jó. Viszont így ki tudunk ütni követ, és ha ki tudunk ütni követ, akkor tudunk csinálni kőből dolgokat. Hát de itt van. És az ennyi. Értitek? Hogy mennyire tudunk ennek örülni? Stone Age, igen. Nem kell ez a házikus senkinek, nyugi. Jó. Itt hideg van, érdekes. Eddig nem volt hideg. Na. Kőkard. Vajon engedi majd használni? Ez egy jó kérdés. Nem mondja, hogy nem. Ja, mert még nem használtuk. Igen, az akkor az vas volt. Jó. Kezdtünk haladni. Mit enged még csinálni? Most miért nem mutatja a többit? Mink nincsen hozzá. Ja, hogy értem. Jó. Okosak vagyunk. Most már ilyet is fogunk tudni csinálni, de valami kevés hozzá. Aha, a bot. Csak egy bot van. Azt a mindenit. Azért itt megnőttek a kraftolási lehetőségeink. Stonehammer. Jó. Jó, hogy itt nincsen. De van ágy. Van valahol fentebb ágy. Akkor még fentebb. Úgyné. Advanced made sweet dreams. Jól van. Látjuk a leheletünket, tehát még mindig iszonyat hideg van. Aludni, inni még mindig nem kell. Valami kulacsszerűséget kellene tudnunk csinálni, de azt hogy? Valószínűleg nem itt mutatja majd, az vagy nem tudom a nevét. Ezt milyen mod adja? No tree punching. Nézzük meg, hogy a no tree punching mod miket ad még. Keramik. Jó, hát semmi olyat, amire én gondoltam. Valami drinking bottle, vagy valami ilyesmi. Dryad, driftwood. Nem tudom, hogy mondják angolul ezt az ivó cuccot. Nem. Szerintem az bőrből kell készíteni. Aquaculture.
Mondd csak, ú. Nagyon nagy. Kobalt shield. Kobalt. Az kemény. Na, valami. Ezt egyébként meg lehet enni, ezt a kütyöt. 38, persze. Ezt a level up dolgot se tudom még igazán, hogy hogy működik. Azt tudom, hogy hogy jön elő. Azt tudjuk majd, ezzel tudjuk majd gyógyítani magunkat, de food expansion az oké. Okay. A food expansion mód adja a kulacsot és társait, ha találok olyat. Ó, de jól néz neki. Jar. Na. Potion, meg egyebek. Na. Olyan csantolni lehet rendesen. Season clock. Season sensor. Azt a Dragon Bone katana, azt a minden, Attack 24, az komoly. Akkor valószínűleg vannak is benne olyan dolgok, ami ez szükséges. Na ezt viszont nem lenne hülyeség csinálni. Ezt szerintem ilyet tudunk csinálni. Na, akkor következő dolog, vágjunk ki még egy fát. Ezekre a barátokra nem kéne ráborítani. Itt a hatchetünk. Ez nagyon tetszik. Nem tudom, ezt meg lehet enni. Valami birs ketkin. Mindent összeszedünk. Mindent az ég egyet a világon. Ja, igen. Igen. Tehát ilyesmi is kell, ez botok. Jó. És akkor most talán meg tudjuk csinálni ezt a pajzsot, és utána talán azt a pajzsot is, mert miért ne? És ha már vannak pajzsaink, persze, hogy nincsenek, mert hogy, tehát ez nem így működik. Valamilyen fűrészt kell csinálni hozzá, és a valamilyen fűrész, az milyen fűrész? Aha. Iron, gold, diamond, iron, gold, diamond. Na, hát akkor el kell kezdeni bányászni hozzá. Olyat mi tudunk? Azt mondtuk, hogy csinálunk egy ilyet is. Flint shovelt. És akkor milyen jó lesz nekünk. Tudunk flint shovelt csinálni? Miért ne? Ezeket akkor még ezt már tudjuk használni. Jó. És ilyet tudunk például csinálni, hogy lejjebb menjünk és vasat bányásszunk. Mindegy, srácok, kezd hosszúra nyúlni ez az egész, szerintem első körben ennyi. Nyertünk egy kis bepillantást, és aránylag kevés számú halála meg is úsztuk, az RL Craftot, amit nem mondom, túl léhegtek, mert tényleg jó kis modpak. Azért annyira nem tűnt elsőnek nehézre. Nem volt semmi emelt hang, meg anyázás. Szerintem ezt fogjuk majd folytatni. Na majd várom a véleményeket, hogy tetszik-e ez, érdekel-e benneteket. Egyelőre búcsúzom, sziasztok, Amur voltam.